Valóban bábeli volt az űrzavar a Nagykanizsai Szakképzési Centrum Túri György Szakképző Iskolájának tankonyháján. A tanulók sütés-főzés közben a tanult idegen nyelven beszéltek egymással. Tavaly rendeztük meg első alkalommal bábeli űrzavar a tankonyhán elnevezésű rendezvényünket, ami nagy sikert aratott nem csak a kollégák, hanem a tanulók körében is. És idén karácsonyi jellegzetességgel bővítjük ezt a bábeli zűrzavart a tankonyhán. A zűrzavar az abból adódik, hogy angol, német, illetve olasz nyelven próbálnak meg a gyerekek kommunikálni, illetve ilyen nyelvű országok karácsonyi ételeit készítik most a tankonyhán. A feladatokból mindenki kivette a maga részét, a hangulatra pedig nem volt panasz. Az érettségi előtt álló Kósz Bence vendéglátóipari területen tanul, a pincér szakma áll a legközelebb hozzá, de érdekli a főzés is. Nekem igazából több funkcióm is van. Az egyik például a linzerkészítés, ugye a német csapat csinálja ezt, illetve egy ilyen, hát ilyen szalonnás, hagymás és káposztás gombóc végül is, úgyhogy ez a kettő étel. De készül itt több étel is, amit szeretek, például a pizza, ugye az olaszosok, úgyhogy nagyon, nagyon finom lesz, reméljük. A tanult nyelv életszerű gyakorlása mellett a rendezvény nem csak a nemzetek gasztronómiájáról, hanem hagyományairól és turisztikai látnivalóiról is szólt.